Koncerttel is készültek a szervezők az érdeklődőknek a 93. ünnepi könyvhét alkalmából megrendezett programsorozaton a Szekszárdi Íj és Gyula megyei könyvtárban. A gyermekkönyvtár szervezésében ez a nap kifejezetten a kicsikről szólt. Reggel 9 órától már kézműves foglalkozások és a Csobogó együttes előadásában megzenésített költemények várták őket. Ez egy évek óta megrendezésre kerülő program. Itt a felnőtt könyvtár udvarán szoktunk szervezni a könyvtárba járó családok számára kulturális programot, zenészekkel, kézműves programmal, de természetesen az ünnepi könyvhét az nagyon jó alkalom, hogy írókkal találkozzanak a gyerekek. Ebben az évben Igazd Dóra és Mészöly Ágnes járt egyébként nálunk a gyermekkönyvtárban, és most pedig a szórakozásé tulajdonképpen ez a mai nap. Megzenésített versekkel a Csobogó együttes jött el hozzánk a Regélő című műsorával, illetve Kovács Gábor, muzsikus, aki hulladékból készít hangszereket, és ez egy nagyon klassz zenés program, illetve mi is kézműves tárgyat is készítettünk a könyvtár cicájához kapcsolódva, a sári cicát megörökítve egy ilyen kis cicás kézművessel készítettünk a gyerekek számára. Tehát természetesen a mi célunk az, hogy eljöjjenek hozzánk, mindenféle programok, a különböző programokat is ezért szervezzük, tehát célunk az olvasás népszerűsítése, és természetesen a könyvtár népszerűsítése is. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12. és május 20-a között tartották meg, és azóta is ez az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat évről évre töretlen sikernek és népszerűségnek örvend országszerte. Könyvet olvasni még mindig jó dolognak számít sokak szerint. A szekszárdi felnőtt és a gyermekkönyvtár látogatottsága nem csökkent az évek során. Erről is beszélt Nemes Rita. Én azt látom, hogy nagyon nagy örömmel jönnek a kisgyerekes családok a könyvtárba. Fontosnak tartják az indulást, azt, hogy sok-sok szép könyvet adjanak a gyerekek kezébe. És hozzánk az óvodás csoportoktól kezdve az iskolás csoportok is szívesen jönnek, illetve most nyári táboros csoportok is jelentkeztek be hozzánk, úgyhogy én azt látom, hogy fontosnak tartják azt, hogy használják a könyvtárat. Mi magunk a gyerekkönyvtárosok is tartunk foglalkozásokat, és természetesen, ha lehetőségünk van rá, akkor szervezünk programokat, tehát előadásokat, kézműves programokat, de hirdetünk olvasó versenyeket is, úgyhogy igyekszünk sokféle módon megszólítani a gyerekeket. Az, hogy éppen milyen könyveket olvasnak a fiatalok, mindig változó. A régi klasszikus regények, mesék még mindig népszerűek, de az újdonságokat is szívesen kölcsönzik ki a könyvtárba járók. A legkisebbek körében most nagyon népszerű Dániel András sorozata, a Kufli könyvek. Ő vele múlt héten találkozhattak is az olvasók nálunk a gyermekkönyvtárban. A főiskolával közösen szerveztünk egy író-olvasó találkozót Dániel Andrással. A régi klasszikusokat is szeretik természetesen, a Marék Veronika könyveket, például a Báglint Ágnes Mazsola könyveit, tehát ezek továbbra is népszerűek, de mindig jelentkeznek új szerzők. Hozzánk 0 éves kortól már lehet jönni, és van is egy nagyon népszerű babaklubunk, a Mazsola babaklubunk, amely a 0-3 éves korosztálynak szól, és hetente, hétfőn tartunk foglalkozásokat, és ez is olyan 10-15 gyermeket jelent minden alkalommal, plusz ugye a kísérő szülőket. És igazából nekünk nincs ilyen, hogy meddig lehet járni, akár meddig lehet hozzánk jönni, mert vannak olyan felnőttek, akik visszatérnek, mert szeretnék a gyerekkori olvasmányélményüket akár a saját gyereküknek, vagy az unokájuknak átadni, úgyhogy nincs ilyen határ. Bármennyi évesen lehet hozzánk jönni. Az idén 93. ünnepi könyvhét alkalmával Szekszárdon az író-olvasó találkozókat a Vármegyeházán tartották meg.